Köszöntök minden kedves tévénézőt! Stúdiónk mai vendége Molnár Pál, a Városgondokság vezetője, az egyes számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és a rendelkezésünkre áll. Köszönöm szépen a meghívást, nagy tisztelettel köszöntöm én is a Karszak Televízió nézőit. A Városgondokság vezetőjeként milyen feladatokat lát el városunkban? A Városgondosság vezetőjének lenni egy nagyon összetett feladat. 2007 óta látom erre ezt a feladatot, több mint 10 éve. Ez alatt azért nagyon sok mindent munkával, nagyon sokféle munkával találkoztam, de a feladatok között meg is van határozva az a munkaterület, amit egy városgondosságnak el kell látni. Több rétű a feladat, egyik nagy része a munkáknak a könyvelés, több intézménynek pénzügyi számviteli feladatokat kell, hogy ellássunk, el kell készítenünk a beszámolóját. Itt egy könyvelői irodát, természetesen költségvetési könyveléssel foglalkozó irodát kell vezetni, de ezen kívül nagyon sok olyan műszaki feladat is van, amely a város üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges. Van egy közterületi csoport, aki a közterületeket tartja rendbe, a virágültetéstől kezdve a fárszáró növények ültetésén keresztül az ápolás és növényvédelmi munkákat, köztisztasági feladatokat is ők látják el. Nagy a város belterülete, tehát nagyon sok munka van ezzel kapcsolatosan, nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Van egy belvizes csoport, akik a város belvízvédelméért felelősek. Feladatuk a csapadékos időjárás esetén a belvíznek az elvezetése a főbefogadó csatornákhoz, ami városunkban az egyes számú belvíz elvezető csatorna. Örvendetes, hogy az elmúlt két évben egy nagy beruházásnak lehettek szemtanúi a katolikus városrész lakói és a város lakói is természetesen. Egy évtizedes problémát sikerült megoldani azzal a 1 milliárdos beruházással, amely a városrésznek a vízelvezetését pontosabban, biztonságosabban és nagyobb kapacitással meg tudja oldani. Kiegészült ez a belvizes beruházás a szivattyúknak a felújításával is, és így sokkal biztonságosabban és nagyobb teljesítmény, 4 darab nagy teljesítményű szivattyúval, akár folyamatos üzemmód biztosítása mellett is tudjuk a város belvizét átemelni az egyes számú belvíz csatornába. De a városgondosság munkakörébe tartoznak a mezőri szolgálatnak a működtetése, üzemeltetése, a mezőrök ugye a külterület védelmért, vagyonvédelmért felelősek. Szerencsére egy olyan mezőrparancsnokunk van, aki a feladatok rajt részét leveszi a vállamról, de természetesen a munkáltatói feladatokat el kell itt is végezni. Feladatunk közé tartozik még a gyepmesteri telepnek az üzemeltetése, ahol a környéken képződött állati hulláknak a átrakása és átadása az ATEB, mint végső főhasználó megsemmisítő felé, valamint a kóborebeknek a tartása, befogása, szükség esetén családokhoz, új gazdákhoz történő kihelyezése, vagy a állatmenhelyhez történő átszállítása is a feladataink közé tartozik. Az önkormányzat rendelkezik 100 hektár erdővel, ennek a 100 hektár erdőnek a erdőgazdálkodója az önkormányzat, de a kezelői feladatokat a városgondnokság látja el. Ennek a 100 hektár erdőnek a művelése is a feladataink közé tartozik. Itt természetesen nem csak azt kell ez alatt érteni, hogy gajazás és ritkítási munkák, hanem vannak erőtelepítési munkák is, amelyek ugye nagy terhet rónak a városgondosság állományára. Van, hogy külső szolgáltatót is igénybe kell vennünk, de úgy érzem, hogy ez a 100 hektár erdő nagyon szépen díszlik a város körül, valamint a város levegője szempontjából egy mindenféleképpen pozitív hatású oxigéntermelő területtel találkozhatunk. Térjünk rá képviselői munkájára. Mióta látja el ezt a feladatot az egyes számú egyéni választókerületben? Ezt 2000-ben lettem önkormányzati képviselő, amikor is egy időközi választáson szereztem mandátumot. Az akkori képviselő összeférhetetlenség miatt kénytelen volt lemondani, és 2000-ben időközi választáson sikerült megnyernem az egyes számú választókörzetnek a képviseletét. Ezóta látom el, én úgy tudom, vagy nem is úgy tudom, hanem ez biztos, hogy én vagyok a legrégebbi képviselő a képviselőtestületben. Miért tartja fontosnak a képviselői munkáját?
képviselői munka az egy szolgálat, mindig is így tekintettem rá. Nagyon fontosnak tartom, hogy a városban is, természetesen az egyes számú választókörzetben élőknek a biztonságát, a feladatoknak, a problémáknak a megoldását, megoldására találjanak egy olyan szemét, aki foglalkozik az ő problémáikkal. Legyen ez vízelvezetési, járdafelújítási, esetleg közútjavítási probléma, vagy hogyha olyan zaj, vagy egyéb zavaró tényező jelentkezik az otthonába, akkor tudjon kihez fordulni. De ezen kívül természetesen vannak olyan városi feladatok is, amelyek városi feladatokat el kell látni egy önkormányzati képviselőnek, ami a város egészét érintő nagy beruházások, nagy döntések esetén jó ismeretanyaggal, jó hozzáállással kell a megfelelő döntést meghozni. Mely bizottságok munkájában vesz részt? Több bizottságnak is tagja vagyok. Alapesetben egy önkormányzatnál három kötelező bizottság van, amelyet mindenféleképpen meg kell alakítani. Egy pénzügyi bizottságot, egy ügyrendi bizottságot, valamint egy közbeszerzési bíráló bizottságot is. Én mind a háromnak tagja vagyok. A pénzügyi bizottságnál tag vagyok, a közbeszerzési bíráló bizottságnak az elnöke vagyok, az ügyrendi bizottságnak is tagja vagyok, valamint elnöke vagyok a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságnak, ami egy olyan bizottság, ami nem kötelező, viszont én úgy érzem, hogy mivel Karszag egy mezőgazdasági területtel, óriási mezőgazdasági területtel, több mint 30 ezer hektárral rendelkező város, mindenféleképpen szükség van egy mezőgazdasági bizottságra. Ezt erősíti még az a tény, hogy az önkormányzat is rendelkezik nagy mezőgazdasági területekkel, több mint 1000 hektár szántó területe van az önkormányzatnak. Ezek bérbeadása, üzemeltetése, működtetése nagyon fontos feladat. A mezőgazdasági bizottság tanácsaival és véleményével segíti polgármester úrnak és a testületnek a munkáját. Természetesen a bizottság másik, a bizottság nevének a másik része a környezetvédelem. A környezetvédelem már évek óta egy megkerülhetetlen dolog, nagyon lényeges, ez mind világméretekben, mind országos, mind térségi, megyei és városi vagy kisebb települési tekintetben is. Hogyan látja a településünket környezetvédelmi szempontból, akár kisközösségi szinten, vagy pedig akár az egyén szintjén? Ugye említettem, a környezetvédelem egy megkerülhetetlen, nagyon sok tényezős dolog. A tudatosság mindenféleképpen nagyon fontos, az emberek megfelelő tájékoztatása. Ha csak egy olyan példát veszek, hogy a környezetvédelemnek egy nagyon lényeges része a hulladékgazdálkodás. Szerencsére Karszagon a hulladékgazdálkodás, mondhatom azt, hogy országos szinten is a legelsők között van, ugyanis nem tudok másik olyan települést, ahol a kommunális hulladék, amely a háztartásokban keletkezik, bármekkora mennyiségben elszállítaná a szolgáltató. A települések 99%-ában megvan határozva, hogy mekkora az az edényzet, amelybe a kommunális hulladékot elszállítják. Itt a szolgáltató, mivel Karszag rendelkezik önálló hulladéklerakóval, hogy nem csak Karszag településnek a hulladékát képes befogadni, hanem jó néhány település is csatlakozott a karcagi hulladék lerakóhoz. De egy olyan magas színvonalú hulladékgazdálkodás folyik válogatással, előszelektálással, amely hosszú életűvé tudja tenni ezt a hulladéklerakót. Én emlékszem 2007-ben, amikor a egységes környezet használati engedélyét kérte a város, akkor még a városgondossághoz tartozott a hulladéklerakó, akkor nagyon-nagyon nehéz feladat előtt álltunk, mert a hulladék lerakónak az akkori helyzete kritikus állapotban volt. Azóta sikerült egy olyan az előbb említett magas színvonalú hulladékgazdálkodást és magát a hulladék lerakást is kialakítani, amely évtizedekre meg fogja még oldani Karszagváros hulladékgazdálkodását. Tehát a környezetvédelemnek ez egy nagyon lényeges része, hogy a hulladékgazdálkodás, a tudatossága itt lakókban meglegyen. Hogyha megfelelő egy város hulladékgazdálkodása, megfelelő az emberek hozzáállása, akkor már nagyon-nagyon-nagyon sokat tettünk a környezetünk védelméért. Itt szeretném elmondani, hogy a hulladékgazdálkodás fejlesztése természetesen nem állt meg azzal, hogy több évre, évtizedre megfelelő mennyiségű hulladékot tudunk még elhelyezni a hulladéklerakóban, hanem fejleszteni is szeretnénk. Ennek egyik példája az, hogy a régóta hiányzó hulladékudvart is az elkövetkező években sikerül megépíteni.
a hulladékudvarra tudják beszállítani majd a lakosok azokat a veszélyes hulladékot, háztartásban keletkező olajat vagy egyéb csomagolási anyagokat, amelyeket jelen pillanatban nagyon, majdnek elhelyezése jelen pillanatban nagyon nehézkes. De további elképzelések között szerepel a háztól történő szelektív gyűjtésnek a kiszélesítése, még ennek műhely munkálatai természetesen folynak még. Nézzük a körzetét. Hol helyezkedik el ez a városban? A városnak egy nagyon érdekes, az egyes számú választókörzet egyébként egy nagyon érdekes, hogy a legújabb statisztikai adatokat néztem, a legkisebb körzete lett. Ez így alakult volt, amikor a legnagyobb volt lakosság létszámban. Területileg ez természetesen nem így van. Területileg próbálták annak idején úgy összeállítani ezeket a körzeteket, hogy egyformák legyenek. De lakosság szám tekintetében ez a legkisebb körzet. Területileg viszont széthúzódik nagyon a város belsejétől a város északi részéig. Ha utcákat nézzük meg, akkor a Kossuth tértől, ahol ha Rózsa Györgyűt és a Kossuth tér veszük kiindulásnak, akkor a Madarasi úton keresztül a Liget utca, Sport utca, Kórház úton keresztül haladva Damjanich utcára, föl jövünk a városközpontba a Győr István úton, Sós István úton, Tőkés utcán, valamint a Táncsics körúton. Az ezzel az utcák a határól terület tartozik a egyes számú választókörzethez. Láthatjuk, hogy van belvárosi, parkosított tömbházas terület, valamint vannak perifériásabb területe is az egyes számú választókörzetnek. Zárt kertekkel, különböző sportlétesítményekkel, fürdővel, kórházzal, idősek otthonával és két óvodával, valamint még jó néhány intézménnyel. Hol találhatóak a szavazókörök? A szavazóköröket próbálta az önkormányzat úgy összeállítani, hogy lehetőleg a lakosság a legkisebb gyaloglással vagy közlekedéssel tudja megközelíteni. Egyik szavazókör a Kátai Gábor kórházban található, a másik pedig a Nagykun Református gimnáziumban. Milyen fejlesztések, beruházások valósultak meg az utóbbi időben ebben a körzetben? Elmondhatom, hogy az egyes számú választókörzet egy nagyon szerencsés körzet abból a szempontból, hogy olyan területei vannak, ahol akár zöldmezős, akár barnamezős beruházásokat végre lehetett hajtani. A fürdőnek a fejlesztése mindig is egy olyan központi feladat és olyan központi téma volt az én képviselői munkámban, amely az első három helyen biztos, hogy szerepelt. Ebben a ciklusban sikerült két olyan épületet pályázat útján megvalósítani a fürdő területén, amely a fürdő üzemeltetését javítja, épült egy karbantartó műhely, valamint épült egy rendezvényterem is, amely nagyon sok rendezvénynek tudott, és ezután is tud majd helyszínt biztosítani. Nagyon büszke vagyok, hogy az egyes számú választókörzetben épült meg a Karcak Kincse rendezvény és konferencia központ több milliárdos beruházási értékben, amely méltó, és én úgy érzem, hogy egy hiánypótló szegmense volt a város életének, mind kulturális, mind pedig rendezvény szervezés szempontjából. Ehhez szorosan kapcsolódik a barnamezős beruházás keretében felépült nagy játszótér, már-már kalandpark jelleggel, valamint a Rónai Malom épületének a felújítása. De a választókörzetben található a A pálya, a labdarúgó pálya, központi sportpálya, amely teljes mértékben föl lesz újítva, a korszínvonalnak megfelelő labdarúgó pályával, lelátóval, fedett műfüves pályával. Én úgy érzem, hogy erre is méltán lehetnek büszkék nem csak az egyes számú választókörzetnek a lakói, hanem a városlakói is, valamint az ide látogatók is. De nagyon nagy örömömre szolgál, hogy folyamatosan karban tudjuk tartani, és vannak még itt is fejlesztési elképzelések, a erdei futópálya és a
a lombkoronasítány tekintetében a választókörzetnek a része ez is. Nem emlékszem rá, hogy több mint 20 évvel ezelőtt, amikor még csak a műhely munkálatai folytak, tervezi szintjén, hogy jó lenne a karcegi futók számára is egy elérhető terület biztosítása. Nagy örömömre szolgált, én is rendszeresen látogatom egyébként a erdei futó pályát sportolás céljából. Több mint 20 éves beruházás nak az eredménye az, hogy van egy lombkoronasétány, valamint az, hogy egy és egy picit előre mutatnék ezzel, hogy a város berutt egy pályázatot egy olyan téli-nyári üzemű futópályára, amely rekordtán borítású lenne. Ez a Lóger pálya mellett, ez a B pálya mellett kerülne majd kialakításra. De nagy örömömre szolgál, hogy a város és az egyes számú választókörzetek a részét képező Kátai Gábor kórházban is több százmilliós fejlesztés hajtott végre a kormány az elmúlt években, az idősek otthonában is nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre a város, még komfortosabbá, még színvonalasabbá, még kényelmesebbé téve ezzel az ott dolgozók és természetesen az ott lakók életét. Újbóli megválasztása esetén milyen elképzelései vannak a körzetben? A körzetben szeretném folytatni azt a megkezdett munkát, amit 2000 óta elkezdtem. Előbb említettem már, hogy a sport mindenféleképpen ott szerepel azon elképzelések és vágyak között, amelyeket mindenféleképpen szeretnék megvalósítani, és szeretném, hogy a város megvalósítana az elkövetkezendő években megválasztásom esetén. Előbb említettem a futópályát, a téli-nyári üzemű futópályát, valamint szeretném, hogyha a B és a C labdarúgó pálya öntözhetővé tétele, vagy esetleg műfes borítással történő borítása a labdarúgók edzés lehetőségét mindenféleképpen javítani tudná. Nagy fejlesztések és álmok között szerepel az is, hogy a fürdőbe egy 3-4 merencét, még kültéri merencét mindenféleképpen építeni kellene. Én nemrég jártam a makói strandfürdőn, ott az elmúlt években egy 10 milliárdos fejlesztést hajtottak végre. Én úgy érzem, ha nem is 10 milliárdos, de egy jó néhány milliárdos fejlesztés nagyon-nagyon jó tenne az idegenforgalomnak is, meg nagyon-nagyon jó lenne a itt lakóknak is, hogy még nagyobb választási lehetőségük lenne a szabadidő eltöltésébe. De szeretnénk azoknak a szabadidőt nem olyan kultúrált körülmények között eltöltő lehetőségek biztosítását is fejleszteni a elkövetkezendő években, mint például a horgászat. A horgász egyesületnek, a nagykun horgász egyesületnek tagja vagyok. Én is igaz, hogy ritkán szoktam horgászni, járni, de látva az, hogy az a horgásztó, amelyet az önkormányzattól bérelnek, milyen nehéz a víz utánpótlása. Szeretnénk egy új horgásztavat létrehozni, amelynek a vízfeltöltése sokkal biztonságosabban és sokkal jobb vízminőséggel lenne biztosítható. Több önkormányzati terület is szóba jöhet ezzel kapcsolatban. Ennek is a műhely munkálatai folynak. Ez igaz, hogy nem közvetlenül a körzetet érinteni, de körzeti képviselőként úgy érzem, hogy az egyes számú választókörzet horgászainak a céljait és elképzeléseit, valamint vágyait meg tudnánk ezzel valósítani. Természetesen a körzetben a járda és az útfelújítás elsődleges is nagyon nagy prioritás kell, hogy élvezzen az elkövetkezendő években. Itt ugyanis a utak állapota olyan, hogy a útfelújítási program keretében több kilométer útnak a felújítása, teljes útfelújítása válik szükségessé, és bízom benne, hogy meg lesznek ehhez az állami források, ahhoz, hogy kultúrát és jó utakon tudjunk közlekedni. Hogyan látja, miért lenne jó, hogyha a következő ciklusban is Szepesi Tibor polgármester töltené be a polgármesteri tisztséget? Az igazság, hogy egy képviselőnek nagyon lényeges az, hogy olyan polgármester legyen, akivel együtt tud dolgozni, mert ha egy képviselő nem tud együtt dolgozni egy polgármesterrel, akkor mind a körzetének a fejlesztései háttérbe szorulhatnak, mind pedig a nagyvárosi fejlesztésekhez, hogyha nem megfelelő a
a viszony egy polgármester és egy képviselő között, akkor nem úgy tudja támogatni azokat a fejlesztéseket. Szerencsére ebből a szempontból nekem nagyon könnyű helyzetem van. Hát egy olyan polgármestert ismerhettünk meg Szepesi Tibor személyében, aki rendkívül kreatív, és rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, aminek egy vezetővel rendelkezni kell. Egy nagyon jó karmesterként irányítja a testületet, irányítja a munkatársait, a megkezdett munkákat kivétel nélkül befejezi. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a városban most nincsenek befejezés előtt álló projektek, de itt a határidők jelentették azt, hogy még nincsenek befejezve. Gondolok itt a belvizes beruházásra, és ez is a végéhez közeledik. Egy képviselőnek nagyon lényeges, hogy egy olyan polgármestert tudhasson maga mellett, aki meghallgatja a körzetnek a problémáit, de a meghallgatás mellett segítőkész is. Szepesi Tiborban ezt a segítséget én minden esetben megtaláltam. Köszönöm szépen az interjút. Munkájához további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét. Viszontlátásra!